Sziasztok! A mai videóban a glamour napi szerzeményeimet szeretném nektek megmutatni, úgyhogy csapjunk is bele, elég sok mindent vettem. Elsőként a DM-ben voltam, ahol az egésznek a nagyját igazából letudtam, és ami kozmetikum volt, vagy smink termék, azt kettő kivétellel be is szereztem, szóval ezen kívül csak kettő lesz. Mutatom is, hogy miket vettem. Azt hiszem, hogy letudom a legnagyobb dolgot, ami nem is smink termék, de a Persil 50%-os kuponnal erre a színes ruhákhoz használható mosó, bogyóra esett a választásunk. Igazából ebből az Ariel-t szoktuk használni, és azt amiatt szeretem jobban, mert abban itt nincsen por egyik oldalon sem, hanem csak gél, de hát remélem, hogy ez is jó lesz, és azt hittem, hogy először egyébként ilyet próbáltunk ki a TRND jóvoltából, úgyhogy hát most egy ideig nem kell mosószert venni, mert ez 28 mosás elég, szóval szerintem hónapokig el leszünk vele. Aztán értékben a legnagyobb dolog, ez egy csalódás eredménye, nem szerettem volna ezt megvenni, de annyira kiakadtam, hogy nem volt az, amit szerettem volna, hogy végül is elhoztam. Ő pedig a L'Oréal La Palette Ombré, és ezek közül is, most nem szeretném kinyitni, viszont meg tudom mutatni, hogy ez a... Szóval ez a szín választék, amiben van, ez a sárga, és konkrétan emiatt a sárga szín miatt vettem meg ezt a palettát. Ugye ez 4000 vagy 5000 forint lenne teljesen, 5000 körül igen, és így féláron be tudtam szerezni. Egyébként az Infallible rózsok között szerettem volna szétnézni, de azok még nem voltak kitéve az állványra. Úgyhogy remélem, hogy be fog válni. Szerintem ilyen drága palettát még akciósan sem vettem soha, úgyhogy kíváncsi leszek rá. Az Alverde kupont is elhasználtam, és az Alverde... Az Alverde nekem mindig olyan, hogy soha nem nézek ki semmit előre, hanem egyszerűen beállok a pult elé, tudom, hogy van egy 50%-om, és valamit kinézek. És illetve hogyha éppen fogytam van a szempillanövesztőm, akkor azt szoktam menni, de azt most bontottam éppen egy újat, úgyhogy az még beáért tavaszig. És nézelődtem, és igazából annyira semmi nem tetszett. Aztán arra gondoltam, hogy veszek egy ilyen kis 4-es palettát, amit már egyszer kisorsoltam köztetek éppen ilyen célra, de valahogy úgy azok sem mozgattak meg most annyira, még úgy sem, hogy nyereményjátékba vegyem, úgyhogy már készültem volna elmenni onnan a pulttól, és véletlenül levertem ezt. És megnéztem, és úgy döntöttem, hogy hát ez nekem tökéletesen jó lesz. Ez egy zöld krém, ami egy kipirosodás elleni krém. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ezt hogyan fog viselkedni. Igazából semmi nincsen rá írva arról, hogy ez smink termék, vagy csak egy krém, ami hosszú távon gátolja a kipirosodást. Mivel zöld, szerintem inkább smink lehet, tehát hogy ilyen primerként mondjuk az alapozó alá a piros részekre kell felvinni, nem tudom. Utána is fogok nézni, illetve hát nyilván próbálkozni fogok a használatával, és akkor majd kitapasztalom, de nagyon izgalmas termék szerintem, ilyennel még nem is nagyon találkoztam, tök jó színe van, úgyhogy remélem, hogy be fog válni majd. A síkupont minden évben a körömlak javítótóra használom el, viszont annyira megtetszett egy körömlak, és annyira őszi, és annyira régóta keresek pontosan ilyen árnyalatot, hogy végül elcsábultam, és egy körömlakot vettem, ez pedig a 60-60-as számú, egy nagyon durván mustársárga,
tényleg mustár, szóval ez tényleg pontosan az az árnyalat, amit így kinyomok a tányér a virsli mellé. Nagyon-nagyon tetszik, gyönyörű szép, és hihetetlen módon jó a formulája ezeknek a gélhatású új formulás sílakkoknak. Egy rétegben úgy fednek, hogy mondjuk fölösleges a második réteg, nagyon tartósak. Azt hiszem, hogy 6 napot fedőlak nélkül kibírt a körmeimen, mert próbáltam tesztelni a tartóságot, úgyhogy ezért nem használtam rá fedőlakot. És iszonyatosan fényesek is, szóval a gélszín is az nálam itt kezdődik, tényleg elképesztően jó az alak. Biztos, hogy be fogok még vásárolni a síköröm lakokból, hogyha lesz valamilyen leakciózás. Hihetetlen jó tényleg. Még egy körömlak becsúszott kupon nélkül, de nagyon-nagyon szép színe van, és nem tudtam ott hagyni. Ez a Mi Sporty szintén gélhatású. 61-95 vagy 510, sose tudom, hogy melyik a Mi Sporty lakók árnyalata. Minden esetre egy ilyen fémes, metálos, kék és picikét lilába megy, de bízom benne, hogy a kék fog dominálni. Hogyha a lila dominál, akkor valószínűleg találkozni fogtok vele a következő blogszélen. Hogyha a kék, akkor pedig nagyon-nagyon fogom szeretni, úgyhogy remélem, hogy a kék fog. Az Astor kupont is beváltottam, és ez is egy szokott dologra, ami nem tudom, nagyon drágálom, viszont szerintem a legjobb ilyen termék. Ez pedig a gyors szerító fedőlak, egyébként most is ezt használom, nagyon régóta ezt használom, és van is még 2 utánpótlás is a komódban, viszont 1500 forintos áron nem szívesen veszem meg, és ugye volt féláras Astor kupon, úgyhogy úgy döntöttem, hogy az EM-ben is és a Rossmannban is erre fogom elhasználni ezt a kupont. Végül a Rossmannban már nem volt mire odaértem, de a DM-ben megvettem, úgyhogy ez 1500 forint helyett ilyen 750 lett. Egyébként az árakat, bocsi, hogy nem mondom, de nem tudom, és nem tudom, hogy hol van a blokk, de ezt tudom, hogy milyen 1500 körül van egyébként. Hihetetlenül jó, nagyon fényes réteget képez, hip-hop megszáradt, tehát a legvastagabb, dzsubásabb, mázosabb, ragadósabb réteget is 5 perc alatt kopra szárítja, és akármit lehet utána csinálni vele, imádom tényleg. Picit hajlamos elkenni a mintázást, viszont hogyha megvárjuk, amíg nagyjából, tehát mondjuk egy 90%-osan megszárad a mintánk, akkor utána már nem, úgyhogy okosan kell vele bánni, de nagyon-nagyon jó. És az utolsó 2 DMS termékre szintén nem volt kuponom, viszont régóta szerettem volna őket kipróbálni, és ahogy itt van ez a hidegebb és fűtési időszakos időszak, iszonyatosan ki van száradva a bőröm. Egyébként is nagyon száraz bőrű vagyok, de így télen meg fűtés azonban elképesztő, hogy mit produkál a bőröm, szóval így leradírozom, és másnapra már hámlik, szóval így nagyon jó. Na mindegy. Úgyhogy gondoltam, hogy kipróbálom ezeket a kicsi Balea Q10-es hidratáló krémeket, ugye ez a nappali, ez pedig az éjszakai verzió. Nagyon-nagyon édes kis pici tégelyekben vannak, amit nem biztos, hogy meg fogom mutatni, mert én ezeket a dobozokat, na oké, kinyitottam, szóval sose tudom kinyitni. Szóval így néznek ki, 5 ml-esek, elől a kis utazó termékeknél lehet őket megtalálni, és nagyon-nagyon remélem, hogy be fognak válni, és jók lesznek majd, úgyhogy, ja, úgyhogy őket is beszereztem. A Tesco-ban 3 dolgot vettünk, egyrészt az F&F Home részlegről vettem egy tükröt, amit nem is tudom, hogy most hogy mutassak, szóval, hogy ne süljön ki a szemetek, de így gyorsan megmutatom. Szóval az egyik oldala sima tükör, a másik oldala pedig nagyítós, és igen, most megnéztem magam benne. És azt tetszik nagyon, ezt megpróbálom úgy mutatni, hogy lássátok, de ne égessek ki a szemeteket, szóval, hogy ilyen merev talpa van, és ezáltal szépen, stabilan le lehet tenni, ugyanis van nekem egy ilyen tükröm, viszont azt nem lehet szépen letenni, mert ilyen beakasztós az alja, és nem áll meg sehogy sem. Ez nagyon nehéz, nagyon súlyos, nagyon vaskos, és hát nagyon remélem, hogy bírni fogja sokáig.
Egyébként ez nagyon le volt árazva, azt hiszem, hogy 3000 forintról volt 800-ra vagy 600-ra, szóval nagyon-nagyon jó vételnek tűnik, remélem, hogy a jövőben is szeretni fogom, és így fogom gondolni. A másik dolog az pedig egy lakat, ami furcsa lehet, és az is furcsa lehet, hogy itt most megmutatom, és egyébként olyan, mintha tiszta dzsuba lenne ez a cucc, de nem, csak celluxszal végig van ragaszgatva. Szóval nem tudom, hogy meséltem-e már nektek, és nem is tudom, hogy miért most mesélem el, mert abszolút nem glamournapi téma, de a lényeg az, hogy a párom úgy kérte meg a kezem, hogy Pécsen voltunk, és a lakatokhoz elmentünk, és az is meglepi volt nekem, hogy lakatot vitt, és akkor oda tettük a lakat falra, tudjátok, hogy elvileg, aki oda teszi a lakatot, azok örökké együtt vannak, mert úgy ugye oda lakatolják magukat, meg a szerelmüket ahhoz a rácshoz, ami ott ki van alakítva. Most már egyébként kettő van, mert az első olyan szinten betelt, hogy nem lehet kibírni. Tehát nem bírják meg ki az újabb lakatokat. És hát most voltunk 5 éves házasok szeptemberben, és szerettünk volna Vácra is tenni egy lakatot, ugyanis itt is az egyik cukrászda előtt most van egy ilyen cucc, egy ilyen milyen rács, amire rá lehet tenni, valaki közben nagyon irogat nekem. És igen, és szerettünk volna nagyon tenni, viszont mind a ketten betegek voltunk a házassági évfordulónkon, és utána meg valahogy elfelejtődött, viszont most eszembe jutott, úgyhogy vettünk egy lakatot, 2 pici kulcsát, és a terv szerint ezt majd oda föltesszük, aztán sütézünk egyet, aztán a kulcsokat bedobjuk a Dunába, hogy véletlenül se tudjuk leszedni a lakatot, úgyhogy ez a története neki. És akkor vissza a beauty témához, a Rossmannban is jártam. Ott 4 dolgot szereztem be, ebből 2 volt a listán, a másik 2 pedig akkora impulzus, mint az állat, de muszáj volt. Kezdem megint a legnagyobbal, és egyébként egy impulzus dologgal is, és ne írogass már nekem, kérlek, mert nem tudok beszélni. Na, szóval az első az egy tusfürdő. Meghozzá az Hispánának a Miss Caramella névre hallgató, irgalmatlanul finom illatú tusfürdője. Úristen, a doktorot keres kis poharas karamellás pudingnak van full ugyanilyen illata. Egyébként soha nem veszek olyat, de múlt héten vettünk, úgyhogy onnan tudom most nagyon oda hasonlítani. Szóval krémtusfürdő, 500 ml csábító, édes és érzéki illattal, ápoló, hidratáló komplexel, természetes karamellel és vegán egyébként. És hát iszonyatosan cuki a csomagolás, és tényleg ez az illat, szóval szagoljátok meg mindenképpen. Szerintem nagyon megéri, és nagyon remélem, hogy tartós is lesz. Most is egyébként egy karamellás tusfürdővel fürdök a Playboynak a Play It Wild kollekcióhoz tartozóval, és azt hihetetlenül tartós, úgyhogy most is este fürödtem, most ilyen dél van, és még most is karamell illatom van, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez is hasonló tudással fog rendelkezni, mert azért az jóval olcsóbb, hiszen kétszer akkora, és még így is kevesebbe kerül. És akkor még 2 termék van, mind a 2 sminktermék, mind a 2 ajaktermék, mind a 2 őszi ajaktermék. Nagyon változatos lesz. Az első az az Essence Matte Long Lasting Lip Gloss névre hallgató matszájfény, utálom ezt a kifejezést, de hát annak mondják. Szóval egy ilyen matte ajakra való termék, ez egyébként a 04 Ready Set Impress árnyalat, és ezt föl is húzom a mancsomra szerintem. Nem próbáltam ki egyébként a tesztert sem, pedig ha jól emlékszem volt, de igen, pont ilyenre számítottam, szóval egy picikét pinkbe hajló, nagyon-nagyon szép piros árnyalat, nagyon-nagyon tetszik, tök jó finom édes illata van, remélem, hogy tartós lesz, és mattnak tényleg úgy látom, hogy matt lesz, kezd bemattolni, úgyhogy ehhez nagy reményeket fűzök. A másik pedig szintén egy ajak termék, egy ajak set konkrétan, ez a Max Factor Lipfinity családjából a 108-as Frivolous árnyalat,
amit ott választottam ki a drogériában. New York, megy egy cica. Egy vörös cica megy az erdőbe. Szóval Anikónál, Szépség 40 felett blog Anikónál olvastam nagyon-nagyon sok jót erről a termékről, Facebookon is, meg azt hiszem, hogy tesztet is írt róla, és ő azt állította, hogy ez tényleg annyira tartós, hogy csak na, úgyhogy úgy voltam vele, hogy próbáljuk ki. Ez is ugye elég drága, 4000 forint körül, azt hiszem, hogy még fölötte is van teljes áron, de ugye volt rá féláras kupon, úgyhogy úgyhogy beszereztem, és mindjárt meg is mutatom, hogy milyen színt választottam. Egyébként egy teljes mértékben őszi színt próbáltam választani. Ugye ez így, a termék ugye egy-kettő részből áll. Az első az a szín, és ennek is egy ilyen tájfényhez hasonló applikátora van, és egy nagyon-nagyon szép májva, talán a májva a legjobb szó rá. Igen, szóval nagyon-nagyon szép, és a másik fele az pedig egy ilyen ajakápolónak tűnő dolog, amit elvileg, hogyha erre miután megszáradt ráhúzok, akkor nagyon-nagyon tartós lesz. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy hogyan fog működni, még nem próbáltam ki egyébként, de tényleg a színe az gyönyörű, és olyan jókat hallottam róla, hogy működnie kell. Ezek voltak tehát a Glamour napi szerzeményeim, a hangom az teljesen elment, de köszönöm szépen azért, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett ez a videó, és remélem, hogy nem tudom, mit remélek. Ja, tényleg nem tudom. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, ha én tetszettem, iratkozzatok fel a csatornára, keressetek meg a közösségi oldalakon, nézzetek be a blogra, és játszatok a nyereményjátékon, szuper nyereményekért, beteszem a linket az infoboxba, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!